Tegnap harmadik előadásra egy gimnazista, vidéki gimnazistákba álló csoport érkezett, és körbevittem őket a házban 6 órától, és a séta végén az elsemeti teraszon kötöttünk ki, és visszafordulva az épületi homlokzat felé, miközben beszéltem, csak utólag tudtam kiértékelni valahol a pillanatot, hogy döbbenten vettem észre, hogy jó lehet, sajnos 2 hete tudom már, ez az esemény bekövetkezik, hogy Seregi László avatalozására és temetésére készülünk. Mégsem értettem a dolgot, hogy miért látom ott a 3 a bérletezésre kirakott Molinó helyett Seregi László képét. Egy pillanatig azt jutott le bennem, utólag így elemeztem, hogy valamilyen bemutatóra készülünk talán, vagy ő is az a művészek sorában van, akikkel következő adott reklámozni. Az ember volt a liftben, aki a fekete igén piros sálat hordott, és egy kicsit úgy éreztem az alkotásait is látva, mintha ez a fekete ig a gongoly mondani való az őszinte a mi emberi érzések mellett a piros sál mindig ott lenne, az a humor, az a pikírt humor, amely a szó kimondásával azt hiszem, hogy sokunkat tanította, tehát amire én bizonyára nem, de talán mások sem vagyunk képesek, hogy őszintén elmondjuk a véleményünket sokszor. Akkor is, ha esetleg az fáj valakinek, de a jobbítás segíti elő, Seregi László erre képes volt. És ez a nagyon emberi és nagyon igaz magatartása az utolsó találkozásunkból is megjelent. Talán 4 hetes nincs annak, húsvét utáni héten történt, hogy a Mesterművész cím birtokosainak egy kis összejövetelt szerveztünk. Nagyon jellemző módon több idős és beteg művésztől körülvéve Seregi László, amikor kezet fogtunk, azt mondta, hogy aki tud, az álljon fel, és felállt. Annak tacára bizonyára nem éreztette magát túl jól, az egészsége már megroppant ekkorra, de értés volt ezért a színházért, a társulatáért, és lám kravatolozása is azt a szép egységet testesíti meg, amelyik az opera művészet, az opera és a balett közös művészete itt az Operaházban egy utolsó stancájával, amelyet mondták, mond a legeslegvégén már, és amelyet kérem, hogy értsenek jó természetesen. Azt mondja mondták, én többet adok, és mindaddig, míg Verona áll, sárvanból néki szobrot készítek, nevének örökké kell ragyognia, ragyogjon a hű, tiszta a Júlia. Nyugodjék békében, Seregi László. Egy idézetet találtam, ami talán legjobban ide passzol. Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, és kis életünk álomba van kerítve. Mi az álmaink próbáltunk magunkra váltani. A vihasorival köszöntettem mindenki mindazt, amit értünk, közönséget és a barátművészetért tett Seregi Lászlónak. A vihar ezt a művet már nem vihette színpadra, de munkássága így is örökké van. Műveinek felsorását meghagynám a lexikonoknak. Most emlékszünk inkább a fáradhatatlan művészre, a gazdag színes ötlettárral megáldott alkotóra, a mesterre, aki táncos generációknak adott példát, és óriási lehetőséget mégsem szerette, ha mesternek hívták. Hívjatok Lacinak, mondta. Köszönöm a barátságokat, hogy vele kerülhettem a közé, a néhány kívánságos ember közé, akit a barátomnak tekintettél. Nagyon jó volt a barátomnak. Szabadságot és biztonságot lát. Beszélhettem veled és kérdezhettem tőled. És most, hogy elmentél, már nincs kitől kérdezni. Annyi mindent tanultunk tőle. Már nem voltál tanár a szó klasszikus értelmében, mégis minden mondatodra, gesztusodra tanítottál. Megtanítottál arra, hogy akarni kell, hogy mindig minden a legjobb legyen. És egyáltalán, hogy akarni kell. Erősen és eltökélten. Hogy az egész fontosabb, mint a rész, de a legfontosabb a személyes bemutatás. Hogy a színház alkotó teremtő munka, teremteni pedig csak emberfeletti erővel, lemondással és önfeladással. A színházi szakmának, valamennyi magyar nézőnek és esztetkének, aki igazi társad volt az elmúlt évtizedekben. Nyugodt végében.
akinek a különböző előadásai premierjeit tapsoltam, és el voltam ragadtatva a művészetétől, és utána néhány sematikus szó után gratuláltam volna neki, és ennyi volna. Akkor is egy ilyen nagy művész temetésért nehéz volna a dolgom. De mindezre tézi az a barátság, ami összekötött bennünket, és ami tulajdonképpen nem is nagyon lehetne igazán jellemezni, körülírni. Összetartozás, közös gondolkodás, szeretet. Nem lehet fölfogni, hogy gyakorlatilag személyében nincs, műveiben, munkatársaiban, barátaiban és a családjában, Katiban, Seregi Laciban, Andrisban tovább él. Nem tudom, hogy tudják feldolgozni azt se, hogy Eszter több mint 30 éve ültársa, hogy teszi magát ezen túl. És nem tudom, hogy teszi magát ezen túl az Operaház kiváló balett együttese, aminek szerves része volt, tagja volt. Volt táncos is, koreográfus is, rendező is. Talán az egyik legnagyobb magyar reneszánsz alkotó, akinek zene, tánc, balett, irodalom, színház minden része volt, és ő mindegyikben alkotott. Ez egy olyan rés, ő maga nyilatkozta nem olyan régen, hogyha elmegy, akkor egy kis űrt hagy talál maga után. Hát én azt hiszem, hogy ez nem kis űr, ez hatalmas űr. Ennek az utolsó időszaknak, ennek az utolsó 50 évnek, amit ő az Operaházban töltött. Ennek meghatározó figurája volt, és egyben ezzel annak a sok százezer először tánckedvelő, balettkedvelő, majd seregi rajongó közönségnek tudott adni. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes as sweet and clear is moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly,
Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. És mondá az Úr, építetek palotát néki, Ybl Miklóssal. Adok néki látást a szépségre, hallást a zenére, gesztust a kifejezésre, fantáziát a mesélésre, érzékenységet, lelket, hogy a teremtés dicsőségét életével hirdesse. Hogy csillagként ragyogjon, szívekbe világítson fénye. És az Úr nevet is adott neki. Az ő neve legyen Seregi, az isteni védjegy. Nevében az íre a pontot, pont helyett, mint ahogy ő annyiszor jegyzi, örökre kerüljön mindannyiunk szeretetének jele, a szív. Megkérdeztem a lányát. Ti hogy hívtátok otthon? Eszter úgy hívta, hogy Lacka Bú. Mondom, és ti a gyerekek hogy hívtátok? Ami csak úgy, hogy apa. És nem mondtunk hozzá a díjait. Ez volt a Seregi, és ezek a gyerekek. Én meg, ha véletlen 12 óra előtt hívtam föl telefonon, beledörmögött a telefon, hogy tesókám, még alszom. 10 perc múlva visszahívott, tesókám, most már szövegre lehetsz. Aztán szövegeltünk, jöttek a versek, reggel kezdtük, ugyanazokat tudtuk, mert ugyanazokat tanultuk, mert azokat akartuk megtanulni, kamaszkorunkban, Nyócker és Franstad, a te imádott Szigetvári utcád és a Telepi utca, hiba nélkül egymás szabába vágva folytattunk minden verset és dalt, minden régi dalt ismertünk, mind a ketten énekeltük órákot, napokon át, 20 éven keresztül, önfelette, mint a gyerekek, ezt a Lacit kevesen ismerték. Aztán lejöttél hozzánk az imádott operaházadból, ahogy te mondtad, a Parnasszusról. Csupán úgy viccből és örömből táncot csináltál egy kockacukor nagyságú kabaré színpadon. 2 hete álltunk a teraszon, nézted a zöldülő fákat, vettél egy nagy levegőt, és azt mondtad, tesókám, de jó volna még élni. Élni fogsz, hatalmas reneszánsz életművet soha nem hal meg, mert ilyen zseni még egy nem születik. Soha. Hallgattam az előbb a Wolf Katit, és a tévében láttam Júliádot. Gyönyörűen beszélt, és nagyon őszintén. Elmondta, hogy ezt a Júliát te kiszekíroztad belőle, és élete boldogsága volt. Lacikám, Seregi Laci, hány ember tettél te boldoggá gyönyörűséges műveiddel, a belga királynő könnyeivel és Shakespeare-rel, akivel egyé váltatok, az egyetlen szented volt, és most már örökre Shakespeare és Seregi csak együtt érvényes. Lacikám,
Ma reggel fölhívtalak. Vigyáztam 12 után. Nem vetted fel a telefont. Vissza se hívtál. Tudom, arcol. De én holnap is fölhívlak. Holnap után is. Amíg élek, minden nap hívlak. Álmod gyönyörséges színházat!